Szeretettel köszönöm a kedves tévénézőket. A mai napi gondolatunk Máté evangéliumához kötődik, a második fejezetből a 13-tól a 18. versig. Apró szentek ünnepe van. Az élet az Isten ajándéka, és ezért az Isten az élet ura. Hogyha az ember veszi kezébe az életet, akkor valóban szörnyű dolgokra képes. Az ember nem lehet élet és halál ura, mert ha ezt teszi, akkor az egyenlő a gyilkossággal. Mondhatnánk azt is, hogy egyre inkább a halálkultúráját kezdjük élni. Az ember akarja meghatározni, hogy ki éljen és ki ne. Modern laboratóriumban már elkezdődnek ezek a mesterkedések, és tulajdonképpen ezt mindenki támogatja is, úgy nagy többségének nem is okoz ez problémát. Az apró szentek is élhettek volna, mert Isten nekik is időt szánt az életre. Ők idő előtt haltak meg, hiszen Heródes rendeli el a kivégzésüket, miközben Jézust akarja elpusztítani. Idő előtt fosztották meg őket az élet örömeitől, a jó kedvtől, a nevetést és a szeretettől. Az emberekkel mi is ezt sajnos nagyon sokszor megtesszük. A gyűlölet, az önzés megölheti másokban az élet örömöt, a mosolyt, a jó kedvet és a szeretetet. A szeretetlenséggel tulajdonképpen a környezetünket nagyon keményen károsítjuk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a karácsonyi időszakban, amit karácsonyból magunkba fogadtunk, hogy az életet tiszteljük és az életet adjuk tovább. Védjük az életet, mégpedig szeretettel. Legyünk az életnek a kultúrájának a megtestesítői ebben a világban, hiszen az élet és a halál kérdése az Istenre tartozik, bízzuk rá. Az élet szolgálatába kell állnunk, és az életet kell tisztelnünk. A születendő és az idős öreg életet is. Hiszen az élet teljessége és minden egyes perce a kiteljesedésünket szolgálja, vagyis hogy megérjünk az Isten világára. Ezt pedig nem szabad megrövidíteni, hanem szeretettel kell táplálni és erősíteni. Legyünk az életnek a szószólói és az életvivői. Köszönöm a figyelmet!